A műsorszám újra termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, a mostani műsorsorozatunkban Matus Gáborral kezdtük, a legendás Matifúval, aki a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiát képviselte, hiszen ne feledjük, az első osztályú női csapattal rendelkező Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia nagyon sokat tett azért, hogy ismét meghonosodjék a női szakág is Fehérváron, hiszen feljutottak az első osztályba, augusztus 12-én elkezdődött a felkészülés is, és most kísérletet teszünk arra, hogy bemutassuk azokat a játékosokat, akik én legalábbis bízom benne, hogy nagyon sok örömet szereznek majd az Aréf csarnokban a kosárlabda rajongóknak. Vendégem Laufer Gabriella, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Jó. Nagyon fontos pillanat. Ott voltunk a Városháza dísztermében, amikor a Cserpakovics András gratulált a feljutáshoz, és jó volt nézni ezt a fiatalokból álló csapatot, Mesterestől, Matus Gáborostól, hogy látható, hogy együtt vagytok egyik oldalról. Itt tehát befektetett munka megtérült, mondhatjuk, és a vezérleteddel az egyik vezére vagy ennek a csapatnak. Jó, hogy visszatértél. Viszont ahhoz, hogy megismerjük a pályafutásodat, el kell kezdeni előről, hiszen nem titok, hogy 24 esztendős leszel még csak, nem sokára, viszont nagyon korán kezdette is a játékot, mindössze 11 évesen. Mi vitt a kosárlabda felé? Azt nyilván a magasságod az nagyon-nagyon fontos, de korán sem biztos, hogy egy magas ifjú hölgy, aki kellően tehetséges, nyilván más sportágokban is éppen a kosárlabdát választja. Először is köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Elsősorban nem a magasságom miatt választottam a sportot, mert gyerekkorom óta jártam édesapámmal és a testvéremmel akkor még Albakon volt ugye az első osztályú férfi kosárlabda mérkőzésekre, és nagyon szerettem kisgyerekkorom óta a meccset. Otthon is mindig a testvéremmel lejártunk dobálni az egyik iskolának az udvarába, illetve voltak osztálytársaim, akik már korábban, előttem 2 évvel elkezdték a kosárlabdát, és én is, amikor tehettem suliba szünetekbe, akár csak 5 percre, én fogtam a labdát, és lementem dobálni a csajokkal, az osztálytársaimmal. De tényleg, ha esett az eső, hogyha fújt a szél, hogyha esett a hó, minket nem érdekelt, mi fogtuk a labdát és mentünk. És én régebben még öttusáztam, úsztam is, illetve karatéztem is pár hónapon keresztül, de egy idő után már úgy voltam vele, hogy na jó, kezdjük el ezt a kosárlabdát, mert tényleg nagyon szerettem, minden meccsen ott voltam, és hát az osztálytársaim is állandóan arról beszéltek, hogy milyen jók az edzések. Tehát azért a családi indítatás is fontos így volt, van. Hiszen apukád, édesanyád, édesapád is kosarazott. Igen, igen. A középiskolában még ők is kosárlabdáztak, illetve a testvérem is még az akadémián, de ők nem jutottak komolyabb szintre, viszont nagyon szereti mindenki a családban a kosárlabdát. Ki volt az első mestered, aki megerősített abban, hogy ez lesz a te sportágad? Hát nekem legelőször Zsolnai Gyöngyi volt az edzőm, de akit én kiemelnék, az Gál Tamás, aki most nálunk a menedzser az akadémián. Ő volt az, aki felfigyelt rám, és nagyon sokat foglalkozott velem. Mert hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ugye Zsolnai Gyöngyit említetted, de ott volt Kovács Tímea és Szondi Ágnes is, akik nagyon sokat tettek ezért. De mit lehetett megtanulni például Gál Tamástól? Hiszen 3 idényen át volt a mestered egy olyan időszakban, ami nagyon-nagyon sokat jelent egy fiatal számára, főleg ha kellően tehetséges és elhivatott. Tőle elsősorban azt tanultam meg, hogy tudatosabban kosárlabdázzak, hogy mindig is az a kis bolondos voltam, aki kicsit túlbonyolította a dolgokat, és leegyszerűsítette a játékomat. Elkezdtünk foglalkozni a pozícióban a mindenféle mozgásokkal, és ez vitt engem előre. Tehát ez a javadra vált, mert igen. A készségeid, képességeid megvoltak, tehát a magasságod, a labdabiztonságod megvolt. Mi mindent lehetett megtanulni pluszban
azon felül, amit említettél. Hát a dobások az, hogy tényleg csapatként gondolkodjak, hogy a védekezés a legfontosabb. Szóval nekünk a Tamás kezdetektől fogva azt mondta, hogy a védekezéssel lehet mérkőzést nyerni. És bárki tud védekezni, azt csak akarni kell, és onnan meg ugye jön a támadás. És akkor értettem meg, hogy tényleg nem csak a támadás van, illetve a pontok, hanem az, hogy keményen védekezek. Mert igen, ha ez jól megy, akkor utána tényleg jönni fog a támadás. Ugye ez alapvetés, igen, főleg igen, a mai kosárlabdában mindenképpen. Viszont ideje korán kiderült a tehetséged, hiszen a korosztályos válogatottaknak állandó tagja voltál. Ez mennyire erősít meg egy fiatalt, hogy még többet tegye oda magát a hétköznapokon, hogy aztán egy meccs valóban ünnep lehessen? Igazán annyira nem voltam ott a válogatott környékében, hát inkább a háromszor-háromra kerültem be. Igen. Viszont ez engem nagyon motivált, hogy nem tudtam bekerülni az 5x5-ös válogatottba, mindig kimaradtam belőle, azért, mert még éppen akkor nem voltam elég jó, nem fértem be a keretbe, vagy éppen volt valamilyen sérülésem. És tényleg ez a hétköznapokban engem mindig vitt előre, hogy úgy megyek le edzésre, edzésen kívül olyan dolgokkal segítem magam, hogy tényleg majd egyszer. Igen, de a 3x3-as legalább megerősítés. Igen, az, egyrészt az, bejártad a világot. Igen, voltam Kínában, ami tényleg egy felbecsülhetetlen élmény volt, és tényleg az egy nagyon jó visszacsatolás volt, hogy ott azt a nyilat végig tudtam dolgozni, és hogy tényleg fel tudtam menni a... Azért az nagyon-nagyon fontos, egy nyilván, ha valaki a csapatban vezérszerep hárul, a ponterősség. Mert van, aki a paszban emelkedik ki, rendben van, de azért neked, mint az egyik első számú játékosnak, azért a ponterősség sem is tényező. Mikor jött el az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy na most ott vagyok azon az úton, amit meghatároztak az edzőim és én magamnak? Amikor hazajöttem Fehérvárra játszani. Szóval régebben is hasonló játékot képviseltem, mint most. Ponterős voltam, még amikor Fehérvárra játszottam ezelőtt 5 évvel. Viszont amikor elkerültem első osztályba, akkor kicsit ugye más szerepem volt, mert ott én voltam a fiatal, sokat kellett tanulnom, de mióta hazajöttem, ugye olyan szereppel hárult rám, hogy igenis én leszek a vezér, és tényleg így tavaly szeptembertől mondhatom azt. Igen, de 16 évesen már játszottál másodosztályban. Igen. Tehát azért az egy nagyon fontos pillanat, hogy valaki végig játssza a mérkőzéseket jószerivel, ilyen fiatalon, tehát tapasztalatot gyűjt. Igen, hát tényleg ez, hogy annó 16 évesen el tudtam kezdeni játszani másodosztályba, ez nagyon jó volt nekem, hogy idősebb játékosoktól tudtam tanulni és tapasztalatot szerezni, ez nagyon sokat adott. Mi vitt el? Milyen tapasztalatokat szerettél volna gyűjteni, amikor eligazoltál? Hát egyrészt az, hogy ugye azért mentem el itthonról, mert itthon nem volt ugye első osztály. És szerettem volna ugye feljebb lépni, és kipróbálni magam, hogy meddig tudom ezt ugye csinálni, milyen szintre vagyok képes. És nyilván nagyon sokat kell fejlődnöm, inkább az, hogy csapatilag hogy játszak. Tehát tudatos volt, igen, hogy elmentél, tudatos volt az ott léted nyilvánvaló, igen, és a visszatérésed is. Így van. Biztos voltál benne, hogy jó út, hogy hazatérsz, és elindultok azon az úton az akadémiával? Hiszen akkor már megvoltak a tervek, megvolt a mester, megvolt Matus Gábor, Dávid Kornél, tehát szakmailag erős volt ez a csapat, viszont nem, igazából nem tudhattuk, hogy mi kosárlabdarajongók legalábbis, hogy ez egy jó út-e, és valóban az A csoportba vezet. Én a kezdetektől bíztam benne, hogy ez sikerülni fog, sőt, nem is láttam másik szenáriót. Engem úgy kerestek meg, hogy jöjjek haza, jussunk föl. És amikor nekem ezt mondták, akkor én minden nap úgy készültem, hogy jó, ez lesz. És ebben én 100%-ig biztos voltam, hogy nekem ez a legjobb út, hogy hazajöjjek, a városnak is, mert gyerekkoromban szerettem volna itthon játszani. Nyilván akkor nem volt a lehetőség, most jött ez a lehetőség, hát hazajöttem és megcsináltuk. Most ennek megcsináltátok, igen, ennek tükrében azért beszéljünk az elmúlt szezonról, hiszen látszólag sima volt, de azért nagyon sokat kellett a szintet lépni ahhoz, hogy aztán bebiztosítsátok az első osztályú szereplést. Így van, hát annyira azért nem volt sima. Lehet, hogy úgy tűnhet, hogy jó, akkor most tényleg nyertük a meccseket, viszont nagyon sok nehézség adódott szezon közben. Erős csapatok ellen tudtunk játszani,
Voltak sérüléseink is, nehezebb periódusok, mint minden csapat életében, viszont tényleg az, hogy minden nap úgy mentünk le edzeni, hogy tudtuk, hogy mi a cél, és az lebegett a szemünk előtt, és együtt, közösen egy fiatal csapattal égett bennünk a tűz, és meg tudtuk csinálni. Tehát az a csapat, amit most kialakított a szakmai vezetés, az alkalmas arra, hogy az A-osztályban, az A-csoportban szerepeljen? Abszolút úgy gondolom. Tavaly is volt edzőmérkőzésünk első osztályú csapat ellen, és velük is meg tudtuk állni a helyet, és nagyon jó mérkőzést tudtunk velük játszani. Ugye elkezdődött a felkészülés augusztus 12-én, ahogy említettük. Mi fogadott, hiszen azért vannak új játékosok, nyilván egy egységes csapattá kell formálni a hátralévő időszakban, hogy a bajnokság kezdetére igazi csapatot alkossatok. Szerencsére a tavalyi magunk maradt, nagyon sok maradó van. Ez nagyon jó, hiszen már velük elég közel vagyunk egymáshoz, ismerjük egymást. Van pár fiatal játékosunk, aki feljön, őket segítgetni kell, viszont nagyon motiváltak, és ugye van pár játékos, akik érkeztek. Viszont azt vettem észre, hogy tényleg mindenki úgy jött ide, hogy nagyon szívesen van itt, jó kis közösség, már most elég családias a hangulat edzéseken, egyben van a csapat, és tényleg mindenki motivált, csinálja becsülettel a munkát. Az nagy kihívás, hogy vezérszerep hárul rád? Vagy hozzászoktál? Hozzászoktam. Tavaly még kihívás volt, bele kellett szoknom ebbe a szerepbe, de most már könnyedén veszem, és nagyon élvezem, nagyon szívesen segítek mindenkinek. Azért, mert ha lépcsőfokokat nézzük, azért ez egy fontos időszak. Ugye 2021-ben ott voltál a Beacnál. Én azt gondolom, hogy aki a Beacnál játszik, teljesen mindegy, hogy most hanyadik a Beac, de ott van Balogh Judit, a legenda, aki egy furcsa személyiség, mondom ezt a jelzőszerket, ez valóban így van, de azért nála jobban a női kosárlabdát teszem hozzá, elhivatottságban nem közelíti meg senki. Hát ez így van. Mit nagyon tanultál sokat, tőle? Nagyon sokat tanultam tőle, rengeteget. Nagyon örülök annak, hogy az ő kezei alatt tudtam dolgozni 2 éven keresztül. Ugyan nem tudtam sok szerephez jutni mérkőzéseken, viszont ezt nem sajnáltam, mert tényleg az az edzés munka, ami ott folyott, az felbecsülhetetlen, hogy minden edzés más volt, és mindig tanultunk tőle valami újat, tényleg minden egyes tekintetben, hogy dobjak, hogy fejezzem be a dolgokat, hogy készüljünk edzésre, meccs, mérkőzésekre, felfogásban és mint a játéknak a képében. Szóval tehát és ezt már az ott tanultakat tovább vittett Ceglédre nyilván, igen. Mert az már megint csak egy másik szint volt. Igen, ott inkább rutint szereztem. Szóval ott már több játék lehetőségem volt, tudtam játszani, és ott azokat a dolgokat, amiket előtte Fehérváron, illetve Beacnál tanultam, tudtam hasznosítani. Ahogy leírtad, és néhány helyen már nyilatkoztad is, hogy van egy nagyon határozott jövőképed. És ez nem csak a csapatra vonatkozik, a csapatra is természetesen, hanem az egyéni fejlődés szempontjából is nagyon fontos dolgokat találtál ki magadnak, amiket véghez akarsz vinni. Nincs kétségem felőle, hogy sikerül. Melyek ezek? Beszéljünk a válogatottságról először, hiszen azért azt gondolom, hogy hírem ment a remek játékodnak, és most minden lehetőséged meg lesz a következő szezonban arra, hogy ismét vagy újra felfedezzenek. Így van, én mindenképpen bizonyítani szeretnék, és egy meghívót szeretnék a magyar válogatottba. Nekem nagy álmom az, hogy kijussak olimpiára, ugye a kosárlabda válogatottal, remélem, hogy ez sikerülni fog. Illetve Fehérváron én nagyon jól érzem itt magamat, és remélem azt, hogy minél tovább tudunk együtt menetelni a csapattal, és minél tovább itthon tudok maradni, és együtt sikereket elérni. Ugye már beszéltünk a megkezdett felkészülésről, rövidesen kezdődik a bajnokság. Mikor lennél elégedett? Tudom, hogy nem jós vagy, hanem egy remek 3-as, 4-es poszton is bevethető fantasztikus játékos, de? Én nagyon elégedett lennék, hogyha a szezon végén mondjuk mindent, amit elértünk együtt, beleraktuk a munkát, minél több meccset ugye meg tudjunk nyerni, akár egy legjobb 8-ba. Szerintem ez reális, hogy a legjobb 8-ba bejussunk, illetve szerintem még bele fog férni pár meglepetés győzelem, de ez tényleg attól fog függeni, hogy ki milyen munkát rak bele. Mit üzennél a szurkolóknak? Az, hogy jöjjenek minél többen, és szurkoljanak, hiszen rég volt itthon női kosárlabda,
és tényleg szerintem egy szeretető közönség vagyunk, vagy egy szeretető csapat vagyunk, és kellni fog a biztatás, és együtt Fehérváron bármire képesek vagyunk. Köszönöm szépen, hogy ezt mosolygós arccal mondtad. Én pedig azt ígérem minden kosabda szurkoló nevében, hogy ott leszünk természetesen, és beszámolunk arról, hogy Laufer Gabi már megint több három pontossal segítette győzelemhez a Kosárlabda Akadémia csapatát, a legjobb nyolc között. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták sorozatunkban Laufer Gabriella, a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia NB1-es csapatának egyik kiválósága volt a vendég. Természetesen ezt a beszélgetés sort folytatjuk, majd addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.